Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez itt a Sport Ma, a Pécs TV hosszabb lélegzetű sportműsora. Három beszélgetés, közte egy rövidebb és egy hosszabb tudósítás a hétvége eseményeiből. Ez a mai kínálat, rövidesen kezdünk. Egy gyors programajánló vízilabda beszélgetés, azért mondom előre, hogy nem fogunk most szakmai dolgokba belemenni Ambrus Tamással, és ezért elnézést kérek, mert nagyon rövid az időnk, viszont nagyon fontos és egy tulajdonképpen gesztus értékű esemény lesz. 23-án mi lesz ez? Üdvözlöm először is a nézőket. Valóban ez már a második ilyen jótékonysági vízilabda gála lesz a vízilabda szakosztály életében. December 6-án szerveztünk először egy ilyet a Kereskedelmi és Iparkamara segítségével a vízilabda szakosztályt, és a gazdasági életet hoztuk ki egy kicsit közelebb egymáshoz ezzel, és azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés után, ez a második ilyen rendezvényünk lesz, ahol aminek az egész rendezvénynek a bevételét a Pécsi Gyermekklinika javára ajánljuk fel. Nagyon remélem, hogy ugyanúgy, ahogy a múltkor, most is teltház lesz, és ezzel a mérkőzésre, azaz a január 23-ai mérkőzésre, ami délután 4 órakor kezdődő program lesz. Eger ellen fogunk játszani, és ez egy olyan hagyományteremtő rendezvény lesz, ahol nem csak vízilabdáról lesz szó, hanem fény és hangeffektusok és diszkózene mellett sztárvendég lesz a Gangsta és a Kartel együttes. Egy jó fél órás koncertet fognak adni a mérkőzés előtt, és a mérkőzés után pedig az olimpiai bajnokokkal, ugye az Eger és a Pécs olimpiai bajnokaival közösen egy dedikáláson vesznek részt, ahol a közönség találkozhat a sztárokkal, a zenészekkel és a sportolókkal. A mérkőzésről egyébként csak szakmailag egy dolog, hogy ez nagy meccs lesz. Nagy meccs lesz, kevés az esély. Az Eger most x-elt kint ugye Euroliga mérkőzésen a világ legjobb csapatával, a Rekkóval, akkor lehet... Olaszországban. Igen, úgyhogy az lehet, hogy milyen ellenfél, hogy neki fogunk menni ettől függetlenül. Mondom, hogy én nézem itt az Euroliga dolgot, én nem nagyon ismerem már ki magam. Mi az, ami Euroliga, mi az, ami bajnoki meccs, van egy Interliga is. Én most őszintén mondom, én tegnap is láttam valamelyik meccset, nem is tudom, melyik volt. Nem okoz ez keveredést nálatok? Nem. Aki benne van, az tudja, oda kell egy kicsit. De az Interliga az egy itteni közép-európai kezdeményezés. De ott azért játszik itt a bajnokságban, és meg ott is egy így van, csak. Van ilyen, de ez pont csak azért van, hogy a mérkőzés számot valamilyen szinten növeljék a csapatok, hogy még többet játszanak, még többet foglalkozzanak a vízipólóval, már olyan szinten és olyan szempontból, hogy mérkőzéseket, többet éles mérkőzéseket játszunk, ráadásul ez az Interliga, ha jól tudom, az valamilyen szinten pénzdíjas is. Nekünk felajánlották, nem vettünk benne részt pont a gazdasági helyzetünk miatt utazni. Most nekünk arra nincs pénzünk, hogy itt a környező országokba elutazgassunk, akár busszal, akár személyautóval. A lényeg mégis az, hogy azért ez a dolog azért jó kezdeményezés, de nem annyira számít. Igazából ami számít, az az Euroliga, a LEN Kupa, illetve hát a magyar bajnokság, ami a legeslegfontosabb a mi számunkra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, kedves nézők, tessenek menni, ez egy jótékonysági belépődíjas rendezvény, 23-án szombaton 16 órakor. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Azt hiszem, kevesen gondolták volna, hogy a 0-12 mutatóval álló Debrecen az első győzelmét épp a PVSK-ren szerzi meg. Nos, debreceni kollégámnak lehet igaz, amikor a mérkőzés utolsó perceiben azt mondta, hogy nem csak megverte a PVSK-t a Debrecen, hanem ki is ütötte. Ennek a meccsnek az összefoglalója következik most, és utána pedig vendégem lesz Máté János, a PVSK szakosztály igazgatója. Gál, beleáll a tempóba, rossz. Nuanovic ismét, de aztán most győz a túlerő. Ziegler, illetve Csanák közösen szereltek. És most Nuanovic visszaérkezett, és saját palánkja alatt szeret lepattanó. Most nagyon jól zárt össze a Pécs. Savic előtt. Zieglernél a szabálytalanság.
Ez az első hibája Ziglernek. Kaluha Csaba érkezik most Gál helyére. Savic. Savic még mindig. Cicás. Muhanovicsnak kint, hogy jöjjön zárni. Egy nagyon szép zárás, leválás. Kaluha, tiszta tempó. És jó a három pontos a Kaluhának. 9 másodperc. Még Muhanovics messziről. És a legkisebb ember. Erdei Ádám szed lepattanót, méghozzá támadó lepattanót, és újra kezdődik a 24 másodperc. Muhanovics kéri, mögött ott van Helbig. Muhanovics! És begyötri! 6 pontos ezzel a debreceni center, Lakatos. A másik oldalra, hosszú. Egy eladott labda! Kaluha mehet zicserbe, Kaluha, és bedobja. Ják, Helbig. És utoljára Helbiket érte a labda. Muhanovics védekezett most nagyon jól. Ugye 2008-2009-ben a Pécs bajnoki döntőt játszott a Paksal. Az első mérkőzésen Pécsen az atomerőmű 83-73-ra nyert, majd 79-77-re otthon, és az utolsó meccsen 84-70-re diadalmaskodott a Paks, és közben egy újabb három pontos. A Gál második trojkája, 79-44, 6,5 perc még. Egy szép átvétel, és most a szerencse. Eilingsfeldnél volt. Ugye, tehát ezüstérmes lett 2008-2009-ben a Pécs, és utána ugye a szuperkupát is megnyerte a Paks ellen, miután a magyar kupát megnyerte, és támadó fault. Kaluha Csaba véd. Távoli dobás. Most már kénytelen kockáztatni, rövidet támadni a Pécs, hisz fogy az idő. Boldizsár. Három pontos, ha bemegy. Már pedig miért nem menne be? A második három pontos a Boldizsárnak. A hétközben kilátogattam a Debrecen edzésére, és említettem már, a dobó edzést tartott, és végül a szomszédvár, a Nyíregyháza lesz az ellenfér a Fodor legénységnek. 87-50, 50 pontot dobott csak a Pincs, ez kritika azért. Egy zsákolás a végén. Bojovics. 87-52. Balog András. Kótai. Visszajátszás lesz benne. Az utolsó percen belül vagyunk már. 87-52. Boldizsár. Kótai dobja el. És jó a három pontos a... Most minden bejön a Debrecennek. 90-52. Ames Ziegler zár. Ames. Csanak. Jön a tripla válasz. Csanaktól ez a második trojkája. És most először az idei bajnokságban, a 2009-2010-es bajnokságban hangzik itt az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban, hogy szép volt, fiúk, mivel a Debrecen megszerezte első győzelmét, és a szenvedő alany a Pécs együttese volt. Egy nagyon rossz dobás Balog Andrástól, de kifigyel erre oda. Boldizsár veszi spicre a labdát. Egyetlen egy másodperc még a meccsből.
És nemhogy nyer a Debrecen, de szinte kiütötte a Pécs gárdáját ezen a meccsen. Megadják a három pontot, és kettő pont lesz ebből. De lényegtelen, ez csak szépségtapasz, mert 90-57 arányban nyert a Debrecen a PVSK ellen. Hát együtt néztük ezt a nem túlságosan örömteli összefoglalót Máté Jánossal a debreceni mérkőzésről, és hát nyilván te ott voltál a meccsen is, János. Hát most nagyon banális kérdést fogok feltenni, hogy hogy fordulhatott ez elő. Tudom, hogy van mindenre magyarázat, azt is tudom, hogy lehetnek rossz napok, de ugye ez nagyon nagy amplitúd, hogy megverjük a Paksot odahaza, és utána 30 alányponttal kikapunk az utolsó helyezettől, aki első győzelmét szerzi ellen. Igen. Nem is akarok mindenkit felmenteni, természetesen itt a vezetőedzőnk és a játékosoké a felelősség. Ők ezt el is vállalták, nem várt vereség volt, nagyon rosszul esett, nehéz helyzetbe hoztuk magunkat, de inkább meg is fordítanám, nagyon-nagyon jó helyzetbe hozhattuk volna magunkat, mert a fordulóban az összes többi eredmény úgy alakult, hogy mai napon már hetedikek lehetnénk, győzelem, ami pedig az A7-ot legjobb nyolcba kerüléshez. Az a győzelem Debrecenben most meg lett volna, miután itthon vertük az Albakompot és a Falkót, ugyan azonos győzelem vereséggel, de megelőztük volna őket átmenetileg, és a hetedik helyről maximálisan optimistán várhattuk volna a folytatást, hiszen azért szerencsére ebben a januárban megtörtént egy, mondhatom azt is, hogy reálisan épésszel nem várható paksi győzelem is. És ez a szerencsénk. És ez azért azt is hadd mondjam, hogy talán nem csak szerencse, hanem az a munka, amit az Ivica Mavrenszky a srácokkal elkezdett már decemberben, Dombováron biztatóan játszottunk, de még nem sikerült nyerni, aztán Falkót vertünk még decemberben, és utána megvertük Pakson a Paksot. És ezután jött ez a kínos debreceni kudarc. Összességében... Láttad a mérkőzés felvételét? Gondolom, megnézted. Hogyne, de nagyon messze menő következtetést nem vonnék le. Ha megengedik a kedves nézők, és itt is röviden azt mondanám, hogy mindig a maximális erőbedobással és koncentrációval kell játszani egy csapatnak, nem szabad lebecsülni senkit, és az irányító poszton érzékeltem a legnagyobb gondokat, mind a fiatal titánunk, a Ruják nem tudta most úgy megoldani a feladatát, ahogy kellene, mind pedig az újonnan érkezett amerikai Ames, akitől sokkal, de sokkal többet várunk, aki már Pakson például megmutatta, hogy képes komoly kosárlabdára. Én ebben látom az egyik okot, de unblock koncentráltabban kell. Még egy dolgot gyorsan hadd mondjak. A Debrecen nem úgy utolsó a bajnokságban, ahogy egy, és nem is akarok kimondani más bajnokságoknak még a sportágát sem, de vannak olyan jelenleg zajló bajnokságok labdajátékban, ahol az utolsókat sok-sok nagy különbséggel verik. A Debrecennél vértizadtak sokan, és egy-egy ponttal kaptak ki, vagy idegenbe, és nagyon szépen helytáltak. Várható volt, hogy előbb-utóbb fog történni valami, csak nagyon nagy baj, hogy na most én olvastam a szurkolói, ezt beszéltük is telefonon, bejegyzéseket, nagyon lojálisak veletek. Hát van egy-két nagyon kemény hang is, legyünk őszinték, de hát miért is ne? De nekem az jutott eszembe, és most, hogy legyünk őszinték, szóval azért nem tudjuk kieverni ezt a Stojan távozást 4 kosaras. Szóval hiába mondjuk itt, hogy nem játszottak jó, meg bementek a triplák a debreceni. Szóval vergődünk, új edző van, új játékosok, nem biztos, hogy ezek a játékosok nem bántani akarnak benneteket, drága kosarasok. Ott vagyok minden meccsen, de ez nagyon nehéz dolog, így csapatot építeni. Nehéz, de tudtuk az elején is, hogy nehéz. És szerintem ebben a bajnokságban senkinek sem könnyű, sem annak, aki sokkal több pénzzel rendelkezik, sem annak, aki a tavalyi csapatát szinte egy az egybe tudja idén harcba vinni. Nekünk ugye újjá kellett építeni. Az, hogy Stojan, nem Stojan, vagy hogy jó, mi történt, hagyjuk, vagy azóta mi történt, erről könyvet lehet, és szerintem kell is majd írni. Úgyhogy én nem mennék ilyen táblatokba. Én azt mondom, hogy optimistának kell lenni, természetesen a debreceni meccs után vezetőedzőnkkel, a játékosokkal sok-sok beszélgetés lezajlott már, sőt már azóta több edzés is lezajlott. Előre kell tekinteni, hiszen versenyben vagyunk. Pont hány meccs van még vissza? 12 mérkőzés van. Hány győzelem kell ahhoz, hogy megerüljünk? 100%-osan megmondani nem lehet, de a mezőny sűrűségét tekintve
a 7 elég lehet. Számtalanszor előfordult már, hogy 13 győzelem elég volt a legjobb 8-ba kerüléshez. 12 meccsből 7 győzelmet aratni, annak, aki oda vágyik, ez meg is kell tudni oldani. Lehetett volna, nem lesz. Nem lesz, más módszerhez folyamodtunk, miután a hozzáállással úgy nem volt gond, hogy esetleg máskor előfordul. Nálunk nem volt jellemző soha a rossz hozzáállás, ez sok összetevős produkció volt, gyenge produkció, ami miatt kikaptunk, de nem mondhatom azt, hogy nem akartak a fiúk nyerni, és a vezetőedzőnkkel is egyeztetve most nem ahhoz folyamodunk, de azzal viszont mindenkinek tisztában kell lenni a játékosok közül, mint ahogy tisztában is van. Amennyiben elveszítjük a matematikai esélyt a legjobb 8-ba kerülésre, és egy 9-14. Helyezett lehetünk, remény szerint inkább 9-12. Helyezettek lehetünk a mostani matematikát végignézve a táblázaton, akkor bizony lesz, aki elveszti a lehetőséget a további pécsi játékra, mert a komplett csapatot nem fogjuk tudni együtt tartani, és nem is akarjuk, mert ehhez a helyezéshez talán túl drága csapat vagyunk. Ugyanakkor tele vagyunk fiatallal, köztük pécsi fiatalokkal, és ha véletlenül bekerülünk a legjobb 8-ba, a hőn állított 7, esetleg 8 győzelmet produkáljuk a hátralévő időben, még egyszer mondom, képesek vagyunk rá, akkor viszont egy olyan szintű bravúrt hajtunk majd végre, amilyen a tavalyi szereplés volt, ez szilárd meggyőződésem, ahonnan indultunk ahhoz képest értékelni. Ugye csütörtökön van a Nyíregyháza elleni mérkőzés, ez se lesz egy sétagalop meccs. Nehéz lesz, 4 amerikaival érkezik a Nyíregyháza, megspékelve a Magyarország egyik legjobb kosarasával, a Sitko Ernővel, az ő neve közismert. Nagyon-nagyon nehéz lesz, Ivica Mavrenszki és Halmai Gabi debreceni meccsünk után ott maradt keleten, és másnap megnézte a Nyíregyháza Falkó mérkőzést. Ők tisztában vannak, látták a Nyíregyházát, hogy most milyen játékot produkál. Ezt is érintette a megbeszélésünk. Természetesen nagyon nehéz meccselé nézünk, de nyerhető. Nagyon-nagyon nagy szükségünk lesz a közönségünkre. Az, amit Pakson tapasztaltunk az év első meccsén, rengeteg pécsi volt. Tehát teljesen megtelt a szektor, részben zászlókkal, részben sálakba burkolózva, és egyéb helyszínen és a sportcsarnoknak felfedeztük a pécsi szimpatizásokat. Köszönöm szépen, lejárt az idő, már integetnek, akkor leveszik a fejemet. Várjuk a nézőket, és ígérjük, hogy mindent meg fogunk tenni. Pécs TV-ben még látható majd a mérkőzés pénteken, meg szombaton is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. A megyei futszár diákolimpián jártunk az elmúlt hétvégén, a döntőt pedig az Európa-bajnokságon a Magyarország-Csehország mérkőzés előtt játssza majd a PMSZ és a Kozár Michelin. Nézzük a tudósítást. A futszár sport Spanyolországból indult el a múlt század végén, a név pedig a futball és a szalon, tehát a terem kifejezés összevonásából ered, ami magában foglalja, hogy valamelyes sportszerűbb, illetve lágyabb sportágról van szó, mint az egyébkénti igazi teremfoci. Itt például a bedobás lábbal lehet játékba hozni, valamint nincs becsúszó szerelés, a szabálytalanságokért személyi hiba jár, amelyek összeadódnak és büntetőrúgást végezhetnek el a csapatok. Ennek egyik könnyített változatát játszották a megyei döntőben, amelyben a 14 éves korosztályos fiúk vettek részt. Futszál. Azért futszál, mert részben futszál szabályok szerint játszanak a csapatok, halmozott szabálytalanságot nem számolunk, de a többi szabály a futszál szabályai szerint megy. Most a tulajdonképpen megyei döntő lezajlik, de az első-második helyezettek Budapesten vesznek részt, és ott játsszák le a döntőt. A Magyar Labdarúgó Szövetség az összes költségeit a két csapatnak állja. A mai rendezvényen 6 csapat, a körzetek győztesei játszanak, két csoportba osztottuk, és így 3-as körmérkőzést játszanak, majd azt követően az első-második helyezettek keresztbe játszanak a helyezések eldöntéséért. Hogy milyen különbségek vannak például a kapus játékban, azt Bíró Dávid, a PMFC serdülő kapusa nagyon markánsan fogalmazta meg. A futszál az nagyon gyilkos, meg minden, és így azért teremben meg minden is. Mi az, hogy gyilkos? Hát sokkal fárasztóbb, mint az igazi foci. Hát egy-két edzésre beszoktunk menni, így egy-két teremtorna előtt bemegyünk edzeni terembe, és akkor így begyakoroljuk a dolgokat. Nem kell vetődgetni nagyon. Csak inkább itt oda lehet érni, hogy kis lépésekkel szöggel is megjönnek.
Hát meg gondolom az indításoknak nagyon nagy szerepe van itt a kispályán. Igen, igen, a pontos labdák az, az már előny. Meg itt a Kabus is egy ötödik játékos. Én személy szerint nagyon szeretem a futsalt, és úgy gondolom, hogy a nagypályás futball egyik alapillére, esetleg bölcsőjének is mondhatni. Gondolok itt a labdára. Kiskorban nagyon megkönnyíti a gyerekeknek kimondottan a technikai képzését a téren, hogy nem pattan úgy annyit a labda, teremben főleg ugye, sokkal könnyebben tudják magukévá tenni, lekezelni és a különböző technikai feladatokat végrehajtani. Aki nagypályán jó, az futsalban is jó lehet, vagy pedig vannak kifejezetten Magyarországon is, ugye tudnék egy-két nevet mondani, akik csak futsalban jók, tehát nem is akarnak nagypályára menni. Így van, ez is megoszlik véleményem szerint. Van olyan, aki mindkettőben jó, van, aki kimondottan a kispálya is, illetve a nagypálya. Még egyszer, véleményem szerint 12-13 éves korig én nagyon előnyösnek tartom magát a futsal játékot, mert minden olyan technikai elem, gondolok itt akár a kis játékokra, minden benne van a futsal játékában. Sokkal gyorsabb játék, sokkal gyorsabban kell dönteni, az irányváltoztatásokat sokkal hamarabb kell végrehajtani, rengeteg a kitámasztás. Tehát egy egészen más játék, amit későbbiekben nagypályán mindenképpen tudnak kamatoztatni. A tét nagy volt, a döntőt a két csapat, majd az Európa-bajnokság Magyarország-Csehország mérkőzése előtt játssza Budapesten szombaton. A végeredmény pedig a Társi és a Kozármisten került a budapesti döntőbe, harmadik helyen a Seje, a negyedik helyen pedig a Szigetvár végzett. Aerobikkal folytatjuk, verseny aerobikkal. Régi kedves vendéget köszönthetek, Hegyiné Tóth Líviát, a Csigaház Alapítvány elnökét. Köszöntelek, Lívia. Régen voltál nálunk, nagyon sok minden történt a sportágban is, meg Pécsváros aerobik életében is. Ugye beszélünk arról, hogy indult egy versenysorozat, amelynek már megvoltak az első állomásai. Mi ez? Igen, a megyei, Baranya megyei Diáksport Tanács és a Csigaház Alapítvány közösen hozott létre egy Baranya Aerobik nevezetű versenysorozatot, aminek az lenne a célja, hogy a diáksport versenyeket erősítsük, és azokat a gyerekeket versenyeztessük meg, akik most kezdenek aerobikozni, és még nem alkalmasak országos versenyekre. Milyen korosztály ez? Hát nullától. Gyakorlatilag van a mini korcsoport, ahol óvodásaink vannak, és utána egészen a felnőttekig 6 korcsoportban vannak a versenyek. Hány iskola vagy egyesület vesz részt ebben, illetve csak iskolák vehetnek részt, vagy vannak esetleg egyesületek is? Igen, tehát nem volt szándékunk úgy kiírni a versenyt, hogy egyesületek. Tehát ha van egy kémia tanár, aki szereti az aerobikot, és hajlandó megtanítani néhány gyereket aerobikozni. És van ilyen kémia tanár? Nincs. Nincs. De szeretnénk, hogyha lenne egy-két ilyen lelkes ember. És tulajdonképpen arra alapoztunk, hogy azok a kollégák, akik tényleg szívből, lélekből csinálják ezt az egészet most már 20-30 éve, azok is elmerjék hozni a tanítványaikat, mert tényleg a kezdőtől kezdő korcsoportoktól indulunk, illetve tudásuk nagyon kevés még egy-két versenyzőnek azért. Hány állomás volt eddig, és mi a tapasztalat? December 18-án volt az első állomás, 75 versenyző volt, akiből 60, bátran merem mondani, hogy tényleg első áldozó, tehát első alkalommal versenyzett. A challenge szakág az nálunk a kötelező gyakorlatoknak a szakága. Az országos versenyrendszer csak csoportversenyt engedélyez, viszont mi kicsit renitens módon, bár a szövetség engedélyével, egyéniben, párosban, trióban kicsit szabadabbá tettük a versenyzési lehetőséget, hogy iskolák akár egy gyereket is be tudjanak nevezni. Iskolák, egyesületek, társadalmi szervezetek, kisközösségek, nekünk mindegy, hogy milyen csoportból versenyeznek, gyerekek kötődjenek az aerobikhoz. Ugye ennek egy nagyon fontos része, egyébként itt láthatunk néhány képet, ők már inkább a verseny sporthoz tartoznak. Igen. Akkor beszéljünk róluk, jó, és akkor vissza fogunk térni még erre az alapítványra. Van még kérdésem, kiket látunk a képeken? Hát az előbb láttuk az Erdősi Danét, aki ugye van a Csigaház Alapítvány, és van az utánpótlás Csigaház Sportegyesület. Egymásra épülő dolog, az alapítvány felkutatja a tehetséges gyerekeket, és az egyesületben meg versenyeznek.
az Erdősi Dani és a Szili Zsanett, akik pillanatnyilag most utánpótlás korosztályban nemzetközi szintű versenyzők. A Danival mindenképpen megcélozzuk a junior világbajnokságot, és hát párosban is vettük a bátorságot, hogy rááldozzuk ezt az évet arra, hogy megpróbálunk. Éppen valamilyen versenyen. Hát ők amatőrök, igen, az utánpótlás kettő, de szépek, ugye? Igen, nagyon. Tehát fel kell öltözni, a lelkünket, a testünket felöltöztetjük erre a dologra, és gyönyörűek. És ők a párosaim, az Erdősi Dani és a Szili Zsani, akiket a VB-re próbálunk meg eljuttatni. És hát azt nézem, én nem tudom, ők a páros? Ők felnőttek, teljesen amatőr, de a fiú orvos egyetemista, és hobbi szinten művelik a sportágat, de már évek óta, és most kaptak versenyzési lehetőséget. Azt akartam kérdezni, hogy ugye fontos az, hogy valaki elhivatott legyen a sportág iránt, de milyen tényezőknek kell szerepet játszani, fizikai és alaki szempontból, mert itt azért láttunk olyanokat, akik rá azt mondhat, hogy amatőrök, hogy nem biztos, hogy alkatilag mindenféleképpen alkalmasaknak látszanak, de hát gondolom azért a lelkesedés és az akarat az nagyon sok mindent átidol. Ugye én a tornából jöttem, már ismerjük egymást 1000 évet, tehát a tornában is azért fontosak az alkati tulajdonságok. A aerobikozni sokak szerint mindenki tud. Tulajdonképpen igaz is, csak a szint, igen. De azért egy magasabb, tehát igazából pattogni is kell, ruganyosnak kell lenni. Vékony, magas. Az lenne az ideális. Ugyanakkor erősíted, lazítod, és mégsem lesz annyira magas, hanem izmos kis gumiemberekről szól a történet. Nagyon megy az idő, nem hiszed el, de már majdnem 6 perce beszélgetünk, fél percünk maradt, hogy mi a következő állomása, és hogy mennyiben pontozzátok ezeket a versenyeket, de ugye nem arról szól a dolog, hogy egyet megcsináltok, és akkor vége, hanem ezeknek összeadódik az értékelése, igen. Gondolom én. Igen. 3 fordulóból, most a következő, ugye február 23-a, országos bírók vállalták ennek a pontozását, tehát nem amatőr versenybírák pontoznak, akik értenek hozzá, és május 31-én az Aerobikozók napja című, most már 9 éve tartó rendezvényünkkel zárjuk ezt a versenyévadot, ahol legtöbb versenyzőt indítót jutalmazzuk. Tulajdonképpen mindent jutalmazunk, amivel egy gyereket meg lehet fogni a sportág számára. Lívia, sok sikert kívánok, és ha hívtok, mi is elmegyünk kameránkkal, és készítünk majd felvételeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ennyi volt a Sport Ma a Pécs TV magazin műsora. A képernyőn internetes elérhetőségeimet és telefonszámomat tetszenek látni. Hívjanak, e-mailben küldjenek üzeneteket, és természetesen bármilyen megkeresést szívesen fogadok. Legközelebb majd a következő hétfőn, 25-én 17 óra 30 perckor várom önöket. Legyenek akkor is a képernyők előtt, további kellemes tévézést, viszontlátásra!